Sziasztok, Zó vagyok, és Isten hozott titeket újra itt a Modern Skyblock 3 végigjátszás következő részében. Az előző részben megcsináltuk ezt a szuper kis mobfarmot, ami aztán termel. Ó, most tehát nem sok idő telt el az előző rész vége óta, tehát most olyan sokat nem termelt még, de ez szerintem pikpak meg fog telni. De hoztam egy kraftolóasztalt, hogy csináljak ilyen sok vektor plétet, pontosabban ugye először is a rizst, mert hogy ahhoz meg víz kell, mindig egyesével, megcsináltam 24-et, most akkor lett vektor plétem. Szerintem ennyi nem lesz elég, de azt akarok, hogy még egy farmot csinálok, egy különleges kinézetű farmot, méghozzá a Skyblockba. Tehát, hogy ha már Skyblock, oda is csinálunk egyet. Mi kell nekem ahhoz még? Rengeteg fa, mert hogy biztos, hogy kell majd oda is egy ilyen chest, és a maga, a szerkezet az viszont lehetne stone-ból. Én szeretem a stone-t. Nagyon nem is kell csizelezni, és akkor a fa miatt az lehet, hogy faszlebeket használjak. Az most úgy megtetszett, spruce lebek, nem is lebet viszek, rendes fát viszek, és abból akkor azt csinálok, amit akarok, meg ott is van fám. De ez a szlebes megoldás nekem baromira tetszik most így, hogy nem kell üveg, nézditek, nem megy be a fény, de mégis belátni, szuper jó. Majd arany kell még, arany. Nem győzött csodálkozni, hogy mennyi minden termel. Ennek az az előnye ennek a itteni mobfarnak, hogy nem nyomja tele ilyen mindenféle páncél frinc franccal, ilyen félig már elhasználtakkal, tehát ez így igazából nem olyan rossz, viszont sok mindent nem ad, ami nekem majd kell, a másik sokkal-sokkal érdekesebb dolgokat pakol be. Aha, most már azt hiszem a rizst lepakolom, nem csinálok. Mindjárt jön itt egy barát, látom. Na, kipróbáljuk ezt. Várjál. 1, 2, 3, 4, 5, oké. Nem olyan rossz, és elég bőkezően adakozott most. Úgy látom, hogy ilyen lootbagek sincsenek, ugye, mivel, hogy nem a játékos öli meg, tehát ahhoz egy gyémánt fokozat kellene, de olyan nincs, sajnos. Viszek aranyat is, mert az is kell, de tudja, hogy vissza kell jönni. Kaja. Mennyi kaján van? Nem égettem én itt ki még krumplikat? Nem? Na, akkor még kiégetem. Egyelőre ez a krumpli, ez bevált. Rengeteg gyümölcs van, ugye a fa telepek a bonsai fákból, de krumplit is viszonylag gyorsan... viszonylag könnyedén és gyorsan tudok csinálni. Hát most csak berakom, hogyha legközelebb jövök, akkor már legyen tuckóra, de mintha szerintem valahol kell lenni, amúgy még utána nézzük, aztán megyek fel, és ott találkozunk. A vandot felejtettem el, a fene. Szomszéd is dolgozgat, haladgat, jaj, kicsit nagyot ugrottam. A vandot ott felejtettem, pedig az volt ott. Az volt ott, itt meg már nincs, ugye? Van itt minden szuper, egy pislogó is itt van, de a wand az nincs. Mehetek vissza. Jó van. Na, itt is vagyok egyéb. Milyen jó, hogy nektek csak egy ugrás ez. Elviszem mind a kettőt. Ez az össz, és akkor irány újból. Na, szóval a kérdés, hogy hova tegyem. És mivel most már kicsit fejlettebb vagyunk, lehet, hogy én ezt már kővel fogom csinálni. Kevés követ hoztam, már érzem, hogy ilyen kőszlebbel fogom, mert ez is jól nézem ki. Szerintem jól néz ki ez a kőszleb. Na, és ezzel fogok csinálni, itt egy, hoppá, a saját helyem. Itt nem volt egy vízforrásom? Na mindegy. Itt van most a jelenlegi, szegény kis kardocska, ez tönkre fog menni nem sokára. Mindegy, ezt is csinálunk. Szóval én ezt most itt kikapcsolom. Ó, nézzétek, mennyivel több féle fajta mob van itt. Meghagyom ezt a mob farmot, és egyszerűen csak ezt itt tovább építem. Így stílusosan talán. Jó, hát legyen így. Na, hol van a vandocskám? Amíg még ezt tart, addig ez itt jó lesz. Shift-et nyomni 1000-rel. Na, szóval akkor itt
túlépítem, és akkor itt elkezdem egy kicsit arrébb. Hát elfogytak a szlebek. Na, de szerintem az enyém ennél nagyobb lesz. Hogy is fog kinézni? Ez egy jó kérdés. Ennél sokkal több cucc kell. Az biztos, hogy feljebb kell építeni, mert hogy a vector plate az rajta kell, hogy legyen. Tehát értitek? Tehát nem lobokhat, nem lebeghet így a fél magasságba, mint ez a sziget. De azt szerintem megoldjuk. Mindent félből csinálunk. Ez a spórolunk a kővel, nem mintha lenne, nem lenne baromi sok, de én úgy emlékszem, hogy itt víz volt még múltkor. Na, szóval bejövünk kell két hely. Az biztos. Aztán itt a két hely kimarad. Egy a három. Ez is három. Ez is három. És itt lesz a közepe. Na, körülbelül itt a platform, és lehet, hogy hülyeség, hogy csinálni fogok. Jaj. Szóval úgy van, hogy ugye ide fognak megérkezni, és itt szépen köröket fognak menni. Nem tudom, hogy működni fog-e. Fogalmam nincs. Az a lényeg, hogy ugye ez kettőnek kell lennie, mert ha megnéz, ja, most nincsen F7. Aha, tehát itt ugye félszlebekből építem, de egyeket kell ugrania, mert a vector plate-nek rajta kell lenni. Egy, kettő. Mert ezzel gondolkodok, hogy a kanyarban lehet-e az, hogy így mennek, és hogy a kanyarban már egyen lejjebb esne. Aha, szóval lehet. Szerintem lehet, nem volt értete, amit mondtam. Na mindjárt. Mindjárt szerintem rá fogtak jönni pikpak. Csak óvatosan kell építenem, mert ugye, hogy fogok lejönni, ezt még nem tudom. Középen lesz egy lejárat. Aha, nézd itt, tak, tak, ide lejönnek. Pak, pak, szuper. Ha közepét felépíteném, akkor tudnék már rátenni. Lehet úgy kéne. Tehát itt lesz a középen a bejárat. Hú, csillog-villog ez a szerszám. Aj, de kevés követ hoztam. Nagyon kevés követ hoztam. Esetleg az lehet, hogy a széle az, de nem. Nem fogok most itt fával játszani, most csak így elgondolkozok, hogy hogy legyen. Tehát ez így lehet a közepe, de akkor csak a tetejére fel tudunk menni, tehát nem lesznek kijáratok minden egyes szinten, szerintem, hanem itt létre lesz a tetejéig. Jó van, tehát akkor hozzak még követ. Még baromi sok követ. Meg ugye létre is kell majd, hogy is volt a létre, hogy az ilyen izékből, igaz, ilyen létrejel. Létre volt a jelem az oviba. Ez most egy nagyon fontos információ volt. Oly, lehet, hogy több fák és kéne, gyertek. Csak ne úgy üssél meg, hogy lerepüljek. Ó, viszont te lerepültél, ez szuper. Így né. Na, ott a belseje, és akkor oda már lehet tenni létre. Hát még nem mentem el kőért, csak itt, amit itt találtam, behoztam. Sups, és akkor így fel tudok jönni. És tudom azt csinálni, hogy a fákját azt nem rakjuk messze. Tehát akkor így már a szélére tudok építkezni mindig. Láttatok már ilyen mobs farmot? Én még nem. Én még nem. Itt a sarkokban amúgy se jó, na mindegy, így is úgy is játszadoznom kell itt a félszlebekkel, az meg már elfogyott, szóval jó lesz így, hamar felépítem. Nem biztos, hogy ennek olyan nagynak kell lennie, minden szinten kell fákját tennem, biztos, ami biztos, nehogy itt baj legyen. Kérdés, hogy milyen magas legyen. Azt gondoltam, hogy csak felett, tehát hogy egy szinten, tehát nem akartam ilyen gyorsan, hogy emelkedjen, de aztán mégis miért ne? Miért is ne? Ugye kérdés, hogy van-e olyan mob, ami 3x3-nál nagyobb területen spónol, tudtommal nincs. De a tetejére teszek egy nagy tetőt. És akkor ez megoldódik. Még megyek egy-két kört. Hú, mindegy, kő kell, szerintem szuper lesz. Kő kell, fákja kell. Ja, itt nem tudom letenni, de nem is kell, mert hogy itt nem tudsz spónolni. Kő, fákja, egyelőre ennyi. Aztán mit felejtek el? Ugye hoztam, lehet, hogy leteszem ide a
ezt, hogy ne kelljen cipelnem az aranyat. Ezek nem kellenek. Ezt is ki kéne számolni, hogy hány ilyen van. Ugye egy ilyen 3x3-as platform, az 9-et fog enni, és most van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát legalább 10 lesz, tehát legalább 90 kell. Tehát most még van elég. Na mindegy, kő kell egyelőre. Aztán, ja igen, itt tudok rövidebb utat, ez az átjáró, ez is oda visz. Na jó kis helyi tároló. Ezért jó, gyerekek, ez a dimenzió, hogy megúszom azt, hogy mennyi idő kellett volna, míg ennyi követ összerakok. Most akkor kicsit, na mindegy, nem akart, nem, tehát jó így, tök jó, tök jó, tök jó. Üzenem annak, akinek nem tetszik, hogy ide jöttem, hogy baromi jó, hogy ne, mac, gyere. Hogy nem kell annyit így, hogy is mondják magyarul, amikor egy monoton munkát végezni, az semmiért, amikor így, most van egy tök jó kőfalmom, idézőjelbe. Közben kisütött a nap, de jó. Eljöttem ide, pedig még kell nekem egy... Használjuk ezt. Ezt alatt úgy értem, hogy... Akár ide is lerakhatom. Hogy... Mert hogy már ez a... Ő is meg... Ja nem őrzi meg. Oké, mindegy. Mindegy. Nézzük, Longstar-nak milyen magas a... a spawnere? Ma még magasabb lesz. Azért is. Ez nem, természetesen ez nem verseny, de még magasabb lesz. Sokkal magasabb lesz. Ja, és a miénk az humánus lesz, tehát nem bántja a mobokat, nem ejteti le őket nagyon, hogy aztán még nehogy bajuk legyen. Szépen lassan levezeti. Na milyen magas legyen tényleg? Nézzük, jó. Fákját nem hoztam, pedig mondtam. Akkor viszont, hogyha a teteje le lesz fedve, akkor nem is biztos, hogy érdemes a közepén ezt itt terültetni. Na, viszont nézzük meg messzebbről, mielőtt még berakom a létrát. Nem is rossz. Szerintem még néhány emelet, csak úgy, hogy nem mérne. Na most már egy messzire alakul, szerintem ez már nagyobb bárminél, de annál a Longstar-énál nagyobb, nem mintha számítanak, nem, persze nem, de szerintem nagyobb, sokkal nagyobb. Ja, a fákját kell csinálnom, de egy kicsit macerra. Na, ja, itt van a kettő, jó. Mert hogy ugye most hiányoznak, és amint lemegy az éjszaka, hirtelen meg fog jelenni annyi mobit, hogy csak na. Tehát azért kell itt minden egyes platformra teszek, biztos, ami biztos. Innentől nincs, igen. És akkor ez lenne a teteje. Tehát akkor mondjuk itt körbe rakom. Shiftet nyomom, ugye? Tehát ez is 3. Hogy? Jaj! Még jó, hogy van nálam egy kalapács. Van nálam egy kalapács? Hirtelen nem vettem észre, mert itt ragyog. Mikor fogja ezt abba hagyni? Valahogy ezt a mandot be lehet állítani, hogy merre növeljen, csak mindig elfelejtem meg. Van valami gombja, de mindegy, majd óvatosak leszünk már, megint ez nem sikerül. Szóval a lényeg, hogy akkor ezt ugyanolyan szélesre, ennyi volt, elfogyott, nem baj, csak visszamegyünk eddig a... Na, úgy de messze van ez a chest, ami kraftoló asztal. Meg milyen lassan működik. Szerintem már olyan nagyon sok nem kell. 2x64 az elég lesz. Na hát akkor, ja, még nem is jó. Nem tudnak szegények lemenni. Na mindegy, ezt a hármast itt... Fuck! Leütjük. Ó, még ezt a hármast is le kell ütnünk. Majdni. Jó van, fele leesett. Oké, és mindig egyet ugrik. Jó, jól csináltam. Jó, szuper. Akkor ennyit lehet. Hát annyira egy kicsit még esetleg dobhatunk mellé, hogy ez a felső platform kicsit szélesebb legyen, mint a többi.
mondjuk még hármat. Nem lesz ennyi vektorplétem. Nem baj. Nem baj, legalább nagy lesz. Nagy. Tehát mindegyik oldalra hozzáadok még hármat. Mégni. És akkor viszont itt. Tehát itt a három magas mob nem tud átmenni. Az baj. Akkor ezt itt ki kell ütnem. Ugyanis számítunk mire? Endermanra. És az így most már át tud menni, ugye? Mert ez 1, 2, 3 magas, így most már át tud menni. Oké. Jó. Tehát ennek így jónak kellene lennie. Ezzel majd valamit csinálok, legutoljára ezt fogom befedni, és egyelőre kivilágítom, aztán amikor a vektorpléteket elkezdem lerakni, akkor viszont a fáklyák leesnek, az ott egy kicsit veszélyes lesz. Majd lehet, hogy hagyok helyet ki a fáklyáknak, el is kezdhetem igazából, mire várok, hogy akkor ez úgy működne, hogy lehet, hogy ez mind arra vinné, nem, először ez itt egy kicsit erre, tök, aztán ezek itt vihetnék őket emerre. Hú, gyerekek, ez hamar el fog fogyni. Ugye itt van egy kis túlnyúlás, ezért ez az oldal is visszafele fogja tolni. Így. Mi? És akkor amúgy így hátrafele rakni, nem előrefele, tehát így nem kell shiftet nyomogatni. És ez le... csak le ne essek, az kellemetlen lenne. Tehát... szépen akit spónol, ezt majd visszajövünk, azt berakjuk. Az eljön eddig, aztán eddig, értitek? Aztán itt tovább megy. Közben azon gondolkodok, hogy ez miért nem fog működni. Tudod, hogy valamit kihagytam? Hát ez nem lehet. Én ilyet még nem láttam. És szerintem baromi jól néz ki. Én nem csináltam meg senki, sőt, itt ezt lehetne üvegbe kicserélni, aztán ez milyen jó ötlet. Üveg lesz itt középen. Kellene valami exchange-et venni, tehát ilyen cuccot, ami Botaniának van ilyen, meg van ilyen exchange, ami így kicseréli a dolgokat. Azzal nagyon pikpakkán tudnánk alakítani üvegre, de halszlebre is lehetne ezt a közepét. Sőt, ez lehet... ez lehetne akár fa half-slab. Na, elfogytam. Hát, ja. Ez egy kicsit rossz hír, mert aj, de bonyolult csinálni ezt a slime-os bogyót. Na, de hogy néz ki? Szerintem pretty good. Nekem nagyon tetszik. Az egy kicsit aszimmetrikus, mármint a tetejét nem tudom végig tenni. Ez egy kicsit. Nem olyan szép talán. De jó. Tehát azt lehetne, hogy akkor a tetejét ugyanolyan picire teszem, de minden, az egyik szélét azt mindenképp le kell vágnom, különben nem férnek el, nem tudnak leugrálni. Tehát ez azt máshogy nem lehet. Ja, slime, vissza kell mennem. A slime készítéshez meg kell pár dolog. Ide raktam. Kellenek azok a... hova raktam? Kell két ból. Lehet ám, hogy egy kicsit kapkodtam, aztán végén beszortam mindent mindenhova. Mindjárt megnézzük, még rizs kell, vagy van cukor, de mindegy, a cukornád is jó. Szerintem ennyi rizs, még nem. Na. Mögöttem akarom becsukni. Nem hagytam itt? De itt hagytam. Jó, szuper. Akkor ennek víz kell. Méghozzá csinálunk 9 vizet. Ugye ez még itt a könnyebb víz, mert ez tud ilyen fresh water lenni, amit tudok stackelni. A 9 az nem kerek, legyen 10. Jó, és akkor a 10 vödör... ezeket még rátoljuk. Hogyni? A 10 vödörből akkor lesz sok ilyen frincfranc, 20 ilyen frincfranc. Na, itt jön meg a következő meló, ez még melósabb, mert akkor ez meg... így, akkor ebből lesz 20 slime.
Egyesével tessék. Nem lesz elég szerintem, még egy pár költ kell csinálnom. Mindegy, megvan a 20 slime. És ebből mennyi vektor plate lesz? Hol is csináltam a vektor pléteket? Tök, cukor. Nem, majd pont a cukorból van kevés. Tök, te nem egy... Most jó. Ebből egy stacknyi, azt ne. De miért csak egy stack? Miből volt kevés? Vasból. Jó. Az a kisebbik baj. Az a kisebbik baj. Gyerünk. Vasat adunk neki. Na akkor most. Hány stack kellene? Most csak így gondolkodom. Talán kettővel már nekiállnék. Két és fél. Csinálok még egy négyes csomagot. Tehát csak négy vödör vizet. Biztos, ami biztos. Tehát az a négy víz, az most 8 bollocska. És akkor még van egy fél stack? Most már ugye 3 stacknyi van. Nem, 3,5, ja azért. Többre számítok. Jó, folytassuk. Hát a fáklyák miatt még egy jó sok mindent... vissza kell rakni, de mindegy, fontosabb a biztonság. De itt a hónaljunkba, vagy hát a fejünkre hújjanak a mobok. Gyertek, majdnem leestem, most menjünk. Eső, szuper! És akkor a végső megálló a moboknak, az itt lesz. És... akkor ide lehet tenni a... mondjuk ide? Ide jöhet a hopper, ugye? Van nálam hopper? Nem, azt nem hoztam. Hát itt megint azért lehet, hogy 3 hopper is jó lenne. Meg 3 tüske. Elfogyott a vasam. Nem hoztam én, nem raktam ki valahol. Egyszerűen csak ennyi vasat elhasználtam. Oh my gosh. Igen, biztos a vector plate-ekhez. Ja, nem raktam ki, szóval megint vissza kell mennem. Jó. Vas. Vas. Nem tudom, hányszor kell még majd visszamennem, mit felejtek el. Talán, hogyha a vas, meg aranyam az ott van, oké, akkor talán jó lesz. Hát jött két papagáj. Az hogy lehet? Ugye csak az átjárói tudtak átjönni. Mert hogy itt nincs papagáj, tudom. Na mindegy, van egyáltalán vasam? Ja, van még egy kevés, jó van. Előbb, mintha villám csapott volna bele. Érdekes, hogy a... ja, nem látjuk a chestet. Na, 3 hoppert mondtam. Szerintem annyi elég lesz. Meg akkor lehet, hogy meg kéne csinálni. Csak van nálam egy-kettő dolog. A longstárnak, igen, a botaniával meggyűlik a baja. Szóval, hol tettem a... ide tettem őt. És akkor kell egy-két kart. De nem az ilyen, bocsánat. Abból kellett 3, ugye? 3 kart. Meg akkor... Hűha, már megint nincs helyem. Szóval egy blokk. Ki tudom rakni fejből. Ezt a memóriát, gyerekek, a fényképes memóriám szuper jön. Na, de akkor már, ha csináljuk, akkor viszont kell... Na, ezt nem biztos, hogy ki tudom rakni fejből. Kell akkor egy kis. Mindjárt megmondom, mi kell. Fa kell nekem. Ide kell fa, meg ide is kell fa. Nem. Nem így van. Kolosszál chest, hogy vagy? Pont fordítva. Jól van, na. Kolosszál chestnek kell egy darab kór. Nem is tudom, mekkora legyen. Látod. Ezt már még eldöntöm a következő pár másodpercben. Lehet, hogy 3x3-as az tök jól illene ide, viszont én arra számítok, hogy az kicsi lesz. Tehát ide kell egy hopper, ami ide fog belemenni, tehát akkor a kór az itt lesz. Tehát a középső hopper oda megy, ezek meg így bele.
Nem biztos, hogy bírni fog. Ez de fura. Ez ilyen shiftre így felveszi meg. Mindegy, remélem most jó lesz. Oké, és akkor az biztos, hogy ezt itt ki kell ütni. Na most, ez ha 3x3-os lesz, akkor ugye ez ekkora. Hát 5x5-ös lenne jó, de mindegy, menjünk egyelőre 3x3-assal. Igen, mert ez is elég nagy. Így. Hát ez nem annyira... Hoppá, bele is estünk. Jó, ez nem annyira vész. Azt hittem már minden eltűnt. Na, és akkor ezt így kicsit kijebb hozzuk. 1-2-1-2. Jó. Tehát így már elférek mellette. Hát lehet, hogy 5x5-ös, vagy 4x4-es legalább. Bontsuk csak le, hogy nézne az ki. Ja. Nem tudom, baltával talán. Van baltám? Itt van baltám. Minek hoztam baltát, de most milyen jó, hogy van nálam. Hát, meg kell növenem a méretet, mert hogy akkor 5x5-ös lesz mégiscsak. Most egy kicsit rálógok erre a platformra, nem lesz túl nagy átmenet, de nem baj. Nem baj, itt a méret a lényeg. Legyen ez szép nagy. Hát, amennyit csináltam, az a felére sem volt elég az 5x5-ösnek, de fa az van. Fa az még itt is van. Nem itt van, hol van a fa? Ja, megvan, megvan, van fa. Jó van, jó van. Na, csináltam egy steknyit. Ezzel simán be tudom fejezni. Pak, pak, pak. Hú, egy kicsit mint hogy lassan mennének az építkezések. Még kicsit laggolnánk. Hopp. Jó ez. Ugye akkor 3x3-nak kell lenni itt a holónak, és akkor még egy. Jó, és akkor itt befejtjük, ugye? Mindjárt kiderül, mindjárt most. Jó. Mi? Hogy került ez idebe? De érdekes. Hú, pacs. Jó van. Na, elméletek, ha ide beledobok valamit. Mondom, ha oda beledobok valamit, akkor a szépen belesik a cseszbe. Jó. Na most szerintetek, ha ott fenn beledobok valamit, az bele fog esni a cseszbe. Na, tehát fenn vagyunk. Tükk, kidobom. Szépen megy, jól van. Még akár lehet, hogy bele is esik. Az biztos, hogy lesz egy idő, mire leér, de nem láttam én ezt innen. Na, valahol, várjál. Hát. Nem tudom, hogy látni kéne ez az eső, ez nem tesz olyan jót. Nem tudok aludni sajnos. Miért nem csináltam még ágyat? Az is érdekes. Hát itt nem kell igazából, hogyha jó meg van csinálva, akkor nem spawnolnak. Ja, visszajött, itt van, megvan, jó van. Oké, tehát működünk. Még annyit kell csinálni, hogy nem ezt a csesztes anyagot, hanem mondjuk ezt, hogy itt azért kapjanak is valami kis barátságosat, és ide fog jönni akkor a ő. Viszont előtte kell valami kis oldal kerítés, ami nem lesz megint egyszerű, mert végig kell építeni, egy kicsit macera lesz, viszont mivel nincs túl sok fa lehetőségünk, az is ilyen lesz, nem is kell, az is ilyen fa lesz, ne legyen, szeretem a fát, jó a fa, jó, ilyenekből lesz. Tehát arra gondolok, hogy így, tehát az alsó szélén lesz, hogy ne tudjanak rajta spawnolni. Így, né. Így. Tehát, hogy ne tudjanak már leugrani. És akkor ezt végig rakom, de felülről fogom kezdeni. Hát ugye itt kell, hogy legyen. Ott kell, hogy legyen. Mert hogy különben nem fél. Értitek? Így ez egy magasak ki tudnak menni alatta. Ilyen pókok, meg ilyenek. Mekkora az esély, hogy ilyen egy magasak jönnek? Vajon? Már ellenőrizzük-e féttel? Elmetek tényleg nem spawnolnak ott. Megnyomtam és hopp, jó van. Tehát nem egy elejjebb kéne, az lenne a legjobb, de akkor meg spawnolnak rajta, és nem akarok itt a... annyi fákját, mert vagy működik, vagy nem. Tehát így a legtutibb,
Aztán nem megy, akkor teszünk alá még egy réteget. Ez nem olyan vészes. Mondjuk lehet most kéne, mert hogy így utólag ez alá nem tudok varázsolni már, az igaz? De csináljunk ide egy kettő, ugye két slabbel meg lehetne csinálni. Vénymány, szedd ki. Ó, az jó. Szóval akkor még egyszer, tehát egy, kettő, és akkor ezt kiütöm. Ez csak olyan baj van, hogy ez a kis vand, ez kettőnek érzékeli. Tehát először meg kell csinálni az alsót, aztán a felsőt. Új, na jó, ezt felejtsük így el. Nem baj, elállt az eső. És mi lenne jobb ilyenkor, mint a kerítés-építés? Na, olyan jól csináltam, hogy még a bejáratot is beraktam. Na, jó, és... Ja, hát akkor ide is csinálok. Meg kell nézni, hogy nem-e okoz-e itt ez fejtörést. Nézd, aha, dehogy nem. Akkor ez ide mégse kell. Nem baj, ha itt leesnek úgysem, mert hogy itt meg majd úgyis átmeznek, értitek? Hát az emelet kész, tehát nagy az itt, még hátra van. Hajrá! Hát a kerítés az nagyobb macer a gyerekek, mint maga az izé platform. Minden egyes rész több macera. Nem baj. Ez már apróság, akkor is mindjárt elkészülünk. Hol tartunk? Hú, még van. Még van. Nem baj. Nem baj, meg kell védeni a mobokat az eséstől, nehogy itt bajuk legyen, tudjátok. Hát mégiscsak ez egy humánus mobfarm lesz. Sőt, nem hogy humánus, luxus. Tehát akit itt arany bökővel nyírnak ki, hát az csak is egy luxus hely lehet. Na már, látom a chestet, viszont elfogyott a fa. Ó, nem csak a... Ja, de... Jó, tehát elméletileg itt még. Szerintem talán, ha szerencsém van, akkor pont elég lesz. Ó, elment. Na mindegy. Na, utolsó simítások. Így, mi várjál? Aha, nem. Ez, igen, egyen lejjebb is mehetne. Ugye ez pont azért, hogy... Jó, azt majd a végén fogom be. Simít... Ó, de kevés itt a hely. Még összesze... Ó, nézd, milyen aranybánya van itt. Halfslabek, ezen mindenképp meg kell állni. Szóval azt nézem, hogy itt lehetne még egy szint. Jó. Lenesek ám. Van nálam annyi, hogy ezt így kiterjesszem. Legalább ennyivel ki tudtam. Jó. Oké, rendben. Akkor azt hiszem, hogy... Na most gondolkodok, hogyha ide beteszem a bökőket, ez nem is jó, várja, a bökők azok oda mennek rá. Hopper fölött lesznek. Rá tudom én tenni ezt a chestre. Pak, pak, pak. Ó, de gyönyörű. De gyönyörű. Szóval elméletileg minden kész ahhoz, hogy elkezdjem kiütni a fákjákat, és a helyükre betegyek egy vektorplétet. Aztán most éjszaka jönnek talán, vagy nappal is. Ja, persze, ezt még be is kéne fedni, igaz? Ú, azt el is felejtettem. Ha három magasat hagyok nekik, akkor itt szerintem még kell itt egy ilyen, hogy a sötét, mármint hogy a fény ne jöjjön be. Na, megcsinálom a szélét, aztán majd az utolsó lépés lesz talán, hogy befedem kővel. Na, a teteje az eddig kell, tehát egy olyan
ilyen fordulót, majd ezt le kell köveznem. Onnan viszont még kell jó sok fa. Mert hogy még... Tehát még két szintet meg kell csinálnom. Ilyen kerítésből. Ja. Nem csak az a lényeg, hogy ne essenek le, hanem hogy a fény sem menjen be. Hát persze. Tudtam ám, persze. Hajaj, valahol pókot hallottam. Ajjajajajaj. Nem, mert hogy a kő az ott nem jó, mert azon tudnak spónolni. Mert arra is kell valamit vagy tenni, vagy kivilágítani. De fura, nem lehet alá tenni. Tehát én az alá szeretnék, és nem lehet. De hát az tudtommal az alján van. Ja nem, az a tetején van. Ach szó! Akkor lehet, hogy elég csak ezt levinnem. Hú, itt ahol már széttágul, mindegy, ott már hatot kell. Tehát a hat ilyen fél szlep, és az épp, hogy elérem, ugye nézd, hogy... Ah, már el is csesztem. Szóval vagy ez, vagy pedig csinálok egy tetőt, de nem akarok, inkább így végig viszem, na, és akkor elméletileg itt teljesen sötét lesz. Aztán végeztem, gyerekek, ez egy örök kivalóság, nem tudom milyen hosszú lesz ez a rész, nem tudom milyen hosszú lesz, de mindegy, körbefettem. Oh my gosh. Szóval utolsó lépés, hogy látom, van rajta piros pötty, tehát valahol oda spawnolt, pedig én igyekeztem úgy csinálni, hogy ne legyen, a tetőt is befettem half-slab-ekkel. Nem tudom, most nem akartam kivilágítani, inkább half-slab-eztem, szóval valahol itt van, lehet, hogy a tetőn van? Na, mindegy, miért nem? Ja, mert hogy kontrollt nyomtam. Szóval akkor elkezdjük kiütni a... Ezt szerintem ezt is meg kell itt szüntetni, különben ezek lejönnek, nem? Lehet, hogy ezek így le tudnak jönni? Szerintetek? Na, az biztos, hogy ez így jó, lehet, hogy ezt nem. Várj, ezt kiütöm, és itt hagyjam egy ideig. Nem jön fel a fény? Hát, ezek ilyen nehéz kérdések, gyerek. Nehéz. Egyelőre ott hagyom, csak azért, mert hogy ezt később is ki tudom javítani. Na, ha ezt így kiütöm, ja, meg még ott van egy kis tető, csak lassan megyek oda, szóval ha ezt még itt befótozom, jaj, még, nem lesz jó, mert ott azt majd még be kell. Nincs több kövem? Nem áll. Jó, felül még azt el kell intéznem, ami nem lesz olyan könnyű, mert valahol itt ki kell mennem. Ajajajajaj. Na jó, most nem szórakozok vele, mert ott a föl tudnak spólolni, majd itt kiütöm, aztán csak nem akarom már húzni az időt, mert tényleg örökké valóságig fog tartani ez a videó. Inkább hamar kiütöm az összes fákját. Itt sötét van? Nem tudom, hogy itt tudnak-e majd spónolni. Kíváncsi leszek, hogy az lehet, hogy valahol rossz helyre tettem, mondjuk ide lehet, hogy oda mivel nem volt, ezért bevilágít, tehát simán lehet. De mindegy, a teteje az elég nagy, és szerintem itt is elég nagy részeken lesz jó. Tehát nincs annyira sötét, de azért érezni, hogy sötétebb van, tehát amint kiütöm a fákját, sőt, szerintem még akár működhet is ez, gyerekek. Az a fákja ott elakadt, az nem jó, nehogy a mobok elakadjanak. Utolsó szint, és vannak gyerekek. Jaj, hát pont ezt mondtam, hogy biztos, hogy nincsenek kis egyszemélyesek, és itt nyugodtan megcsinálhatom, amit akarok, de nem, nincs igazam. De legalább nem bánt. Ez bukta. Ez addig nem fogom megoldani, amíg nem csinálok ilyen vákuumos chestet, mert akkor nem kell ez, és akkor alulra is tud három spike kerülni. Jó, elméletileg ennyi volt. Kész van.
Most ugye ez mivel? Nincsen rajta ilyen cursed earth, vagy mi? Ez csak akkor fog működni, ha itt leszünk. Igen, vannak dolgok, de ezek mind az építkezésről mentek. Egyedül az a kis csávókám az, aki most került be. Na. Ó, ott megy a zombi. Oké. Működik. Működik. Nem tudom, honnan jönnek, hogy csak a tett... Ó, gyerekek, hát jönnek folyamatosan. Kinyitotta valaki a chestet. Hát ne nyitogassátok. Tessék ott meghalni. Ó, de nézd, gyerekek, működik. Működik. De jó, nézzük meg a chestet, hogy mennyi mindent tettek bele. Mob Farm 2. És... mi van, ha azt lebben? Nem tudom. De fura volt. És ide, ezek a hangok is furák. Tehát idő kell még meghal. A picik viszont nem hallnak meg. Hát ezzel van. Szóval a picik azok ott maradtak, de nem baj. Nem baj, gyerekek. Azt nézd. Ide jövök, innen látom, hogy ott folyamatosan fellülről már jönnek a pókok. Aztán azok is szépen megmurdelnek. Úgy, szépen megy minden bele a csesztekbe. Nem baj, nem lesz sokára, lesz vacuum chestünk. Amúgy nem olyan nagy kunsz. Van itt egyáltalán egy vacuum chest. Vacuum chest. Ő az, ami nagyon jó. Amúgy filléres dolog, minden megvan hozzá. Nem is értem, én nem tudom. De jó, jó ez így. Jó ez. Meg fogjuk oldani. Szerintem baromi jó lett. Ez az, amire büszke vagyok. Nem tudom, hogy milyen címet fogok odaadni neki, vagy mert ha képet beteszem, akkor lehet, hogy úgyse jöttök rá, hogy mi ez szerintem kép alapján. Ez ilyen olyan, mint egy parkolóház, nem? Ez egy parkolóház, ez az egy parkolóház. Ez... jó van, örülök, hogy velem tartottál, nyomj egy lájkot most tényleg, mert ez szerintem szuper jó lett. Aztán nyomj egy feliratkozást, meg egy olyan, mi az olyan kis csengecskét, hogy legközelebb is találkozzunk. Ha kicsit hosszú lett, ne haragudj, igyekszek jobban betartani, csak hát nehéz, nincsen időérzékem. Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!